És engedjétek meg, hogy a nap utolsó előadóját felkonferáljam, akinek az előadása nagyon jól fog kapcsolódni ehhez a csoportmunkához, ugyanis a csapatépítés az utóbbi időben a kedvenc témája, amiben nagyon elmerült, és el fogja nektek mondani, hogy miért. Miért fontos ez a téma nektek is. Ajánlom nektek sok szeretettel, Bajta Zoltán. Sziasztok! Itt vekszünk. Vándor vitt hírül a spártaiaknak megcselekedtük, amit megkövetelt a haza. Ezt az epigrammát ismerhetitek magyarból, amikor a pentamétert, a hexamétert és a többi mértékegységet tanultuk, valamint történelemből is, ugyanis ez az epigramma a termopülai hősöknek a sírfelirata. Leonidas király 300 társával a haláláig védte Spártát. Azért voltak csak 300-an, mert a vallásuk tiltotta, hogy abban az időben hadba vonuljanak, ezért a hadsereg otthon maradt. De ez a 300 Leonidasszal ment oda harcolni. Megmondom őszintén, hogy irigykedve elgondolkoztam azon, hogy Leonidas hogy érte el ennél a 300 embernél ezt a hallatlan elkötelezettséget, hogy jobban szerették őt, mint amennyire féltek az Istennek haragjától, hogy nem tartják be ezeket a parancsokat. Azt hallottam nemrég, hogy az MLM-ben mi követőket keresünk. Ha úgy tetszik, rajongókat. Azokat kivéve, akik csak a termék miatt csatlakoznak, mert őnekik aztán tök mindegy, hogy kihez csatlakoznak. Mi itt az MLM-ben állandóan vezetőkről beszélünk. Azt szoktuk mondani, hogy ha már egy belépőd van, akkor te már vezető vagy. Én viszont azt gondolom, hogy túl könnyedén dobálózunk ezzel a szóval. A legritkább esetben vagy vezető abban a pillanatban, ahogy valaki csatlakozott hozzád. Vezetővé válsz jó esetben menet közben. Arra meg rájöttem egy olyan másfél-két éve, hogyha nem válok vezetővé, akkor a nagy áttörés, meg az anyagi függetlenség örökké csak egy álom marad. És ez igaz rád is. Hogy ez ne csak egy Bojta Zoli féle ex-fas kijelentés legyen, hoztam rá egy bizonyítékot, hogyha vált a dia. Ezt a táblázatot úgy ismerjük, úgy szoktuk emlegetni, hogy az egyetlen egy ereje. Szerintem mindannyian ismeritek, de azok kedvéért, akik nem, összefoglalom egy bővített mondatban, ugye ennek az a lényege, hogyha csupán egyetlen egy ember tudsz behozni minden hónapban, és erre minden ember képes, akkor neked az év végére 4095 fős hálózatod lesz. Ismersz-e valakit, bárkit, akárkit, akinek ez a papírforma bejött? Hát én sem. Ugyanis ez nem az egyéni teljesítményen múlik, hanem a csapat teljesítményen. Mert hiába hozott ebbe minden hónapban az egy új embert, év végére egy 12 fős hálózat büszke vezetője leszel. Ha viszont a csapat teljesítménye rendben van, az se baj, ha neked egy-két hónap kimarad, akkor nem 4095 fős hálózatod lesz, hanem 3100 fős. Szuper, én kérném szépen. Tegye már fel a kezét az, aki amikor csatlakozott a szponzorához, azért a fejében, hogy ő lesz az én vezetőm, és innentől kezdve én őt követem. Én is ezt gondolom, hogy nagyon kevesen vannak. Az embereknek a fejében körülbelül csak az jár, hogy semmi különös, ő lesz az én szponzorom, majd hozzáfordulok a kérdéseimmel, őt fogom nyaggatni a problémáimmal. Ahogy Kócsó Laci szokta mondani, az emberek nagy része azért csatlakozik, hogy az időnket rabolja. És ha hozzátettem ehhez még az egyetlen egy erejét, akkor az a két alapvetés van, hogy egyrészt ahhoz, hogy téged vezetőnek ismerjenek el, vagy fogadjanak el, neked meg kell dolgoznod. A másik az, hogy ha nem válsz vezetővé, nem fogsz tudni komoly pénzt keresni az MLM-ben. Ez a két alapvetés, amit mondtam. És ugye az egész helyzetet az bonyolítja, hogy mi itt az MLM-ben önkéntesekkel dolgozunk együtt. Tehát itt nem fogsz tudni se parancsokat osztogatni, se fegyelmiket. Itt szerintem két eszközöd van, ez a motiváció és a példamutatás. Gondoljátok végig, hogy el tudtok-e képzelni bármi más ennél. Szerintem csak ez a kettő van. Amikor én bevonultam katonának 19 évesen, akkor a századparancsnok kiállt az újoncok elé, és azt mondta, hogy
F-társak innen csak kisztagok mehetnek eltávozásra. Úgyhogy 15 percen belül mindenki kisztagok volt. Most coming out-oltam itt a kommunista múltamat. De Valinak és Józsinak nem volt ilyen eszköz a kezében, nem mondhatták azt, hogy lesz ez a megszökőnap, kibéreltük itt a 126 fős termet, és tessék szépen eljönni, mert aki nem jön el, és nem hozol a igazolást, az februárban nem kap bónusz. Mi sem mondhattuk ezt a saját csapatunknak, pedig szerettük volna, ha minél többen eljönnek. Nekünk mindenféle kreatív ötleteket kellett kiizzadni magunkból, animációkat, meg videókat, és ide kellett jönni nekünk is, hogy példát mutassunk. Sőt, horribile diktum, ki is állunk a színpadra, amit lehet, hogy itt azt gondolják néhányan, hogy ezt már igazán nem kellett volna. Ahhoz, hogy vezető legyél, kell egy csapat, ahogy Binari Kede mondja a régi idők fociához. Csapat nélkül nincs vezető. És egyébként vezető nélkül meg nincs csapat, az egy csűre. De ezt most hagyjuk. Tehát csapat nélkül nincs vezető. Maxwell azt mondja, hogy ha te vezetőnek érzed magad és nem követ senki, akkor te nem vezető vagy, hanem elmenti sétálni. A csapat nem alakul ki magától, a csapatot a vezető alakítja ki, és a csapat minősége minősíti a vezetőt. Ha kíváncsi vagy azon, hogy hol tartasz a barlangi remetétől Leonidas királyig terjedő skálán, akkor kér valamit a csapatottól. Hát ne az, hogy menjenek veled egy szál karddal arcolni termopülei szorosba, hanem valami enyhébbet, hogy menjenek el a következő szemináriumra, vagy csak egy webkonferenciára, és nézd meg, hogy hányan teszik meg. És hogyha van egy 1000 fős hálózatod, amiből 8-10 ember fogad neked kvázi szót, az az a kategória, amire azt szoktam mondani, hogy innen szép nyerni. De ne csüggedjetek, mert mi sem állunk ezzel különösen jó többiek. Van egy latin mondás, ami úgy szól, primus inter pares, első az egyenlő között. Én azt gondolom, hogy ez jellemez leginkább egy jó vezetőt, tehát nem tartja magát senkinél különnek a csapatából, senkitől nem kér mást vagy többet, mint amit ő is megtesz, sőt, egy vezető egy picikével azért tegyen meg többet, mint a csapatnak a tagjai, viszont mindenért tartja a hátát. Még azért is, amit nem is ő követett el, hanem valaki más a csapatából. Szerintem egy demokratikusan fejlett országban például egy miniszter lemond, hogyha a minisztérium egy hibát követ el, aminek lesz mondjuk egy tragikus következménye, mert vállalja a felelősséget az általa vezetett embereké. De hogyan lesz egy emberek laza közössége egy csapat? Erre a, vagy ha úgy tetszik, ugye mi volt a titka Leonidasnak? Erre a kérdésre a választ a nemrég elhunyt nagyszerű sportolótól, Wichmann Tamástól kaptam meg, akivel olvastam egy interjút, és ő ebben azt mondta, hogy az ő sport sikereiben a legnagyobb szerepe annak a csapatnak volt, akikkel ők együtt eveztek a Dunán. És Wichmann Tamás nem csapatsportban volt világelső, hanem egyéniben. Tehát az összes sporttársa, akikkel együtt edzett a versenyen, mind az ellenfele volt. Ugyanúgy, ahogy nekünk is az MLM-ben sokkal több keresztvonalunk van, mint alsóvonalunk. Igen. És Wichmann Tamás azt mondja, hogy két dolog kovácsol össze egy csapatot, a közös cél és a közös élmények. Közös cél és a közös élmények, amikből aztán közös emlékek lesznek. Azt gondolom, hogy itt mindannyiunknak van egy közös célja, talán még kettő is. Szeretnénk minél több embernek segíteni a végszent termékekkel, és szeretnénk ezzel pénzt keresni. Tehát a célt szerintem kipipálhatjuk. De mi a helyzet a közös élményekkel? Vannak-e neked közös élményeid a csapat többi tagjával? És ami ennél sokkal fontosabb, a te csapatod tagjainak vannak-e közös élményei? Mert ha nincsenek, akkor neked nincs csapatod. És ha nincs csapatod, akkor nem vagy vezető. És ha nem vagy vezető, akkor tudod, mire gondolok. Ezen a képen egy éjhalász élén álló jegesmedve látható. Ez engem azokra a gyémántokra emlékeztet, akik alól elfogyott a pontérték. Ismertek ilyen gyémántokat? 1500 pontos gyémántokat. Én igen. Volt már nektek olyan munkatársatok, aki nagyon jól indult, és úgy nézett ki, hogy semmi nem állítja meg a gyémánt szintig, vagy akármeddig. Nekünk is volt, szerintem nektek is volt, ismerek olyan gyémántokat, akik abba hagyták. Emlékeztek még, hogy hogy is volt ez, hogy sűrűn beszéltetek, nagyon motivált volt, nagyon lelkes volt, aztán másnap felhívott, hogy figyelj, meggondoltam, abba hagyom. Vagy ez inkább úgy történt, hogy egyre ritkábban keresett,
egyre kevésbé volt motivált, egyre kevesebb aktivitást láttál, és te csak azt vetted észre, hogy ilyen már harmadik hónapja nulla pontos. Én azt gondolom, hogy ez az utóbbi következett be. Mert az elfogyó pontértékek mögött egyedül maradt munkatársak vannak, akiknek elfogy a motivációja. Ezért nagy szükség van arra, hogy a munkatársaidat ne hagyd egyedül. Hogyha van egy kancsó forró teád, akkor az mikor hűlik ki gyorsabban, ha szétöntögetett poharakba, vagy ha egybe hagyod a kancsóba. Szerintem még a DX-en tisztán csak fogyasztóknak is szükségük van arra, hogy más DX-enesekkel jöjjenek időnként össze. Játszunk egyet. Húnyjátok le a szemeteket és menjetek le alfába. 1, 2, 3, már el is vagyunk alfába. És képzeljétek el azt, hogy egy DX-en termékfogyasztó tesz, vesz otthon, végzi a házi munkát, és közben szól a tévé a háttérben a nappaliból. Egyszer csak azt hallja a tévéből, hogy újabb csodálatos gyógyulást hozott egy DX-en termék. Ilyen van? Nincs. Soha a büdös életben. Soha. De ha belegondoltok, hogy ebben a teremben vagyunk, mit tudom én, 70-en? Annyi terméktapasztalat van a birtokunkban, hogy órákig tudnánk mesélni. De ha valaki nem jön ide közénk, akkor erről ő semmit nem tud. És otthon van, szelegeti a, nem tudom, GL-t, vagy amit gondol, és semmit nem tud a többi termékről. Nem beszélve azokról a munkatársaitokról, akik ezzel pénzt is akartak keresni. Nem jó irányba. Úgy. Van ez a film, én ezt nemrég láttam, de ez 2015-ös film, Joy az a címe, egy amerikai feltaláló hölgyről szól, akinek mára több mint 100 bejegyzett találmánya van. Biztosan láttátok sokan, ha nem nézzétek, mert eszméletlenül jó. Ő neki, az egész családja folyamatosan azt kommunikálta az elején, hogy ez nagyon gáz, amit ő csinál. Ez egyenesen szégyen, hogy ő többet akar, mint túlélni. És higgyétek el, hogy a hálózatépítőinknek ugyanilyen ellenszélbe kell hajózni. Sokkal több olyan ember van a környezetükben, akik ellenük szurkol, mint aki nekik. És ennek az az oka, amit úgy szoktak nevezni, hogy önigazolás. Ez az egyik, ha nem a legerősebb emberi törekvés. Ha te, mint hálózatépítő, nekem az ismerősödnek elmondod azt, hogy te gombás kávét fogsz inni, és én erre azt mondtam, hogy ez akkora marhaság, hogy a faladja a másikat, onnantól kezdve én annak fogok szurkolni, hogy ez neked ne jöjjön össze. Ugyanis én azt akarom, hogy nekem igazam legyen. Hát nem legaz, nem létezik, hogy már megint a rossz választ adtam, tehát hogy én nemet mondtam, és mindenki más megcsinálja, én meg ilyen hülye vagyok, hogy nem. De nem ezért fogok ellenet szurkolni, mert gonosz vagyok, egyszerűen azt kell, hogy nekem legyen igazam. És ezért nagyon fontos az, hogy egy motiváló csapatot hoz létre a hálózatépítőid számára, hogy azt a nagyon sok negatívumot, amit minden héten, minden nap kapnak, néha egy picit ellensúlyozni tudjuk, hogy megkapják a többi DX-enestől a megerősítést, hogy igen, ez a jó út, meg tudod csinálni, haladjál tovább, stb. Stb. Megmutatom, hogy milyen egy igazán támogató csapat. Szóval ennyi múlik azon, hogyha van egy nagyon erős támogató csapatod, kalapot le az edző előtt, hogy ezt ő létrehozta, mert ezt a vezetőnek kellett létrehoznia. Ezért van szükség arra, hogy minél több olyan fórumot hoz létre, online vagy offline, ahol a munkatársai találkozni tudnak a többiekkel. Ez lehetnek szemináriumok, lehetnek webkonferenciák.
Az volt, amit az elején mondtam, hogy ugye neked két eszköz áll a rendelkezésedre, a motiváció és a példamutatás. Tehát neked úgy kezdődik, hogy neked kell részt venni a szponzorodnak a webkonferenciáin. És ha a szponzorod mondja, hogy gyere el szemináriumra, akkor gyere el. Mert azt fogják tőled, vagy azt fogják csinálni, amit tőled látnak. Én azért állok itt most, régszem gyémántként, nem azért, mert 3,5 órát ide autóztam Szentpöltemből, hanem azért, mert Juditnak, a szponzorunknak, meg Orsi Lacinak annak idején volt egy Sistergőnek nevezett online találkozója Skype-on, csináltuk minden héten, és el szóltak, hogy gyere el, mert ez tök jó, és tényleg az volt, hogy itt olyan emberekkel találkoztam, akiket én nem ismertem. Tehát ilyen jellegű, ilyen típusú embereket nem ismertem, akik meg akarják csinálni. Semmivel nem tűntek különnek, okosabbnak, nem tudom, egyiket se hívták Rothschildnak, és azt mondtam, hogy én ebből nem akarok kimaradni. Tehát ha nem lett volna meg ez, akkor vagy soha, vagy sokkal később kaptam volna rá ennek az üzletnek az ízére, tehát hogy ez mire képes. Mi ezeket új köntösbe bújtattuk, mi most úgy hívjuk, hogy Koffein Klub, vasárnap esténként van és Zoom-on csináljuk. 7-8 ember jár el a csapatunkból. Szeretném mondani, hogy ebből a 7-8 emberből egyetlen egy nem jött el ma, aki szanatóriumban van. Mi itt egymástól tanuljuk meg azt, hogy hogyan kell különböző életkorú, iskolai végzettségű, esetleg világnézetű embert összekovácsolni egy csapattá. És az a rossz hírem, hogy ezt neked is meg kell tanulnod. Mert mindenféle emberek fognak csatlakozni hozzá is. Szerdánként ezt kibővítettük, és a teljes hálózat részére elérhetővé tettük, dobbantónak neveztük el. A maximális résztvevő szám 35 vagy 31. Ennyi ember gondolkodik most a magyarországi DXN-en belül vezetőként. Ennyi ember érti meg azt, hogy ha nincs csapaton, akkor el fognak fogyni a pontjaim. Olyan emberek járnak el oda, mint a Cérnaházas pár, a Judit, néha a Spektiózsék, néha a Kócsó Laci, akikkel sokkal érdemesebb beszélgetni neked, hogyha ebben az dologban sikeres akarsz lenni, mint a szomszéd nénivel, aki örökké csak panaszkodik. Van egy történet, gondolkoztam, hogy beletegyen-e vagy nem, most majd nincs itt Judit, már mindegy is. Tavaly nyáron megtámadott minket a berlini DXN központ vezetője, aki maga is hálózatépítő. Volt néhány kifogása a német nyelvű weboldalunkkal, és nem nekünk szólt, hanem Malajziának szólt. És még ilyen adócsalás, meg ilyen dolgokat is megírt rólunk. És én ezt a levelet megkaptam a Katonai Józsitól, hogy tegyen már rendbe, ami kifogása van. És tovább küldtem Juditnak, hogy az embernek a szponzorra tudjon már róla. És mivel Judit tud angolul, hát ő ezt a levelet megválaszolta, és elküldte az összes címzetnek, aki szerepelt. Mint az anyatik is, akinek a kölykét bántják. Baromi jól esett. Ugye a szponzorom ennyire megvéd. De mit gondoltok, a Judit akkor is megvédett volna ennyire, hogyha így nem dolgoztunk volna együtt, így a 9 éven kell, vagy 8 éven keresztül? Biztos megvédett volna, mert egy jó ember, de talán nem ilyen vehemenciával. Mire tanítanak a vadludak? Biztosan mindannyian tudjátok természetesen, hogy a vadludak V-alakban szállnak. Talán azt is tudjátok sokan, hogy azért teszik ezt, mert a vezérlúdon kívül az összes madár spórol az energiával, mert az előtte repülő madár felhagyja erőben el neki, és ezáltal ő kevesebb energiát kell, hogy kifejtsen. A hátul repülők gárgogással biztatják azokat, akik előszállnak, a vezérlúd néha beáll az alazatba pihenni, és egy másik veszi át a helyét. Ha valamelyik lúd megsérül, sörétet kap, vagy megbetegszik, két másik lekíséri a földre, és addig vele marad, amíg vagy el nem pusztul, vagy meg nem erősödik, és tovább tudnak repülni. Ha a madarak felfogják azt, hogy csapatban ez sokkal jobb, akkor legyen már annyi eszünk, mint egy madárnak. Én ma azt szerettem volna nektek megmutatni, hogy kénytelenek lesztek vezetővé válni, ha pénzt akartok keresni. Megpróbáltam azt az utat megmutatni, hogy hogyan válhatsz vezetővé, milyen eszközeid vannak. És például ez, hogy eljársz egy webkonferenciára vagy egy szemináriumra, mondhatod azt, hogy neked erre nincsen szükséged. Én is a csontom velejéig DXN-es vagyok. Én egyedül is megcsinálnám, mint a lendkerekes autó, megindulok és megyek. De ha vezetőként gondolkodom, nem magamba kell gondolkodni, hanem a csapatomba. És ha nekik szükségük van rá,
És ha én nem megyek oda, akkor ők se jönnek oda. És elfogynak az pontértékek, és jeges megy VV, vagy pávával fogok válni. Itt az utolsó diát, ahhoz lett volna még egy hangfájl, amit nem játszik le, ez a Ripacsok című filmből, ez az egyedül nem megy. Nagyon jó lett volna itt a végére. Köszönöm szépen a figyelmet. Egyedül nem megy.